Az év végére tervezték, és csütörtök délután át is adták a megújult Mező utcai csomópontot Nyíregyházán. A beruházást 430 millió forintos hazai forrásból finanszírozták. Az átadáson Vinnai Győző országgyűlési képviselő úgy nyilatkozott, ez a fejlesztés mintegy 50 ezer ember mindennapi közlekedését segíti, mivel többek között a tiszavasvári járásból és a kertvárosból érkezők is ezen a szakaszon közelítik meg Nyíregyházát. A város polgármestere hozzátette, már régóta nagy igény volt az átépítésre. Nagyon-nagyon időszerű volt, és nagyon örülök, hogy megvalósult. És ebben az irányban van még két tervezett beruházásunk, az egyik a Derkovics utca Tiszavasvárúti csomópont a felüljáron túl, amit még inkább indokolni fog a megépítendő atlétikai centrum várható forgalom növekedése, ezt követően pedig a Szélsőbokori útnál egy körforgalmat is terveztünk, a pályázatokat már beadtunk. A Mező utcai csomópont átépítésének célja az áteresztő képesség növelése volt. Ennek érdekében jobbra kanyarodó sávokat építettek, a Betlen utca egy-egy sávval bővült, a Vasgyár utcánál pedig kialakítottak egy jobbra kanyarodó sávot. A közeljövőben tovább folytatódik a nyíregyházi közlekedés fejlesztése. A következő útfejlesztés Nyíregyháza vonatkozásában a Nyíregyháza nyugati elkerő 3-4-es üteme lesz. A kivitelezést tervezetten jövő év tavaszán kívánjuk elkezdeni, és mintegy 2 esztendő alatt kívánjuk befejezni. Ezáltal elfogjuk azt az kitűzött célt érni, hogy egészen a 38-ason úton túl egészen Nyírszőlősig a nyugati elkerülő megépül. Nem ez volt az egyetlen közlekedési fejlesztés Nyíregyházán az elmúlt években. Többek között megépült a körforgalom a víztoronynál, és kiszélesítették a Szegfű utcát is a megyeszékhelyen.